Épült fel a város, ott egy kis felvonóval fogunk, egy siklóval fogunk felmenni a felsőváros részbe, ott pedig sétálunk majd egy szépet. Ott Orvieto egyébként is megérdemli azt, hogy egy kicsikét nyugodtabban, higgadtabban járjuk körbe, úgyhogy ez lesz a mai napi programunk. Megnézzük majd az Orvietói dómot. A fő attrakciója a városnak a gyönyörű, középkori hangulatú utcácskái. Megnézzük ennek a kaputatát, akkor ott a tiarán felismerjük meg a keresztbetett kulcsokat, Szent Péter kulcsait, a Mennyország kulcsait, ez pápai címer. Urbus Vetus. És ebből az Urbus Vetusból alakult ki ugye ez az Orvieto név. Nagyjából 250 méteres tengerszint feletti magasságon van egy plató. Itt van egy vulkáni aktivitásnak a nyomait viselő terület. Körbevette ezt az egész magasat, hogy erőtett a pápa, aminek az volt a leglényegesebb funkciója, hogy a pápát védte, ugyanis ez egy pápai város volt. Látjuk az egész umbriai tájat, hát ha éppen nem felhőben van. Ott az autópálya, ahol jöttünk. Az autópálya mellett ott fut a Frecciának a vonala. Azokon a hegyeken túl ott már Láció régióval, az már a Róma központtal rendelkező Lációhoz tartozik. Nagyon-nagyon korán, már az 1000-es évek környékén már pápai rezidencia volt itt, és ennek nagyon nagy jelentősége volt, mert többször is volt olyan, hogy a pápák ide húzódtak vissza, a kicsit forró lett a talaj Rómában. Fönn vagyunk egy tufa magaslaton, itt azért nem sok víz van, tehát elég mélyre kellett leásni ahhoz, hogy az első vízháró réteg alá lemenjenek. 1527-ben elkezdték építeni, megépült ez a Szent Patrik út, 63 méter mély. Az egész 13 méter széles, két csiga lépcső vezet le a legaljára, egymással párhuzamosan futnak, akár két irányba egyszerre lehetett közlekedni, és olyan széles a lépcső, ahol egy szamár tudta a vödröket cipelni ezen a lépcsőn, meg olyan kis lankás. A IV. Orbán pápa az 1260-as években egy elég jelentős időszakot élt akkor meg ez a város, mert nagyon sok építkezés folytatott Orbán pápa, és az ő idejére erről eredeztethető az, amit úgy hívnak, hogy a bolszénai csoda. Ez egy olyan eset volt, amikor egy cseh pap olaszországi zarándoklatra indult, hát az átlényegülés tanát egy kicsit elkezdte megkérdőjelezni magában, és megerősítésre vágyott. És aztán ellátogatott ide, és éppen Bolszénában volt, amikor a plébános megkérte arra, hogy aznap este ő celebrálja misét. Amikor arra került a sor, hogy pont az átlényegülő tanárban kételkedett, hogy valóban az ostya Krisztus teste lenne, és egyszer csak vérezni kezdett az ostya. Aztán letörölte az oltárkendővel, elterjedt a híre a dolognak, hogy hát itt egy elképesztő csoda történt, és ez a véres oltárkendő csodája, Raffaello is megfestette a sztáncákban ezt az eseményt festi meg, illetve pontosan az, amikor erről az eseményről beszámolnak, IV. Orbán pápának, aki azonnal elrendelte, hogy a gyereke tartóba kell helyezni a véres oltárkendőt, és később, 1290-ben megkezdték az építkezést, ami pedig egy templom felépítéséről szólt, amit az Erekje tartónak, az Erekjének építettek. Mindenféle országokból jöttek a csodájára járni. Kanova is később 17. században úgy emlegette, hogy ez a templom Itália csodája.
főhajón. A főhajó végében az apszis, ami érdekes módon nem lekerekített, nem félköríves formájú, hanem egy négyzet alaprajzú apszis terület van az oltár mögött, és ott körben nincs elválasztva az oltár. Az apszisban egy gyönyörű faragott kulcs ülésekkel találkozunk. Fölötte viszont nagyon szépen megjelenítve még ez a 1200-es évek végéről származik, az építkezések kezdeteiről, és az 1300-as években kiegészítették azt a freskó együttest, ami Mária életének eseményei mesélje. Ugye emlegettem, hogy Máriának szentelték ezt a templomot, és feltárták a freskó részleteket ezekben a kis mellékútárakban, kiadott oldalsó arcosokban. Ez a keresztelő medence érdekes még, ami egy 14. századból származó. Fönt ugye keresztelő Szent János látjuk rajta, ez is egyébként gyönyörű szép gótikus stílus, hogyha meg. És ha megnézzük a falakat, akkor itt a csíkozás, vagy egy csíkozott földet, amit tudtunk az épületek külső és belső falainál is. A középkör nagy részében a síküveget nagyon sokáig nem tudták rendesen elkészíteni. A pástrom, ez egy nagyon nagy sokáig használt ablak borító vagy ablak fedő dolog volt, a gipsznek egy április társadalmi változata. Az alapáson nagyon könnyen megmutatható, hasítható. Hosszú lapokra lehet hasítani, a nagyobb felületeket ezek a alapáson lapokkal borították. Ezek a barna színek, ezek szennyeződések, és különleges hangulatot tapasztalnak. Ezeket kisebbeket ólom lemezekkel elválasztott, apró kis üvegdarabkákat használtak föl, akkor méretben elő tudták állítani az üveget megfelelő minőségben. Az Erekje kápolnája. Hát amikor elkezdték a templomot építeni 1590-ben, akkor ide hozták ezt az Erekje tartót, és ott az Erekje tartó az oltár fölött található. Köszönöm. Ebben őrzik a véres oltárkendőt, amivel letörölték a vérző ostyának vért. És ennek a történetét meséli el nagy részt ez a freskó együttes, amit találtok. De ez is 14. századi freskó sorozat egyébként, amit itt látunk. Kicsit későbbi, egészen különleges Pietà ábrázolás. Ott van a szűzanya, ott van Mária Magdalena, és Nikodémus, hát, aki levette őt a keresztről. Elkészült a templom, és nagyon sokáig a kápolnája is nevet. Volt benne egy Szent Briciusnak tulajdonított kép, ami még egy gótikus festmény. És ilyen helyezték az oltár fölé ezt a képet, és ezért elnevezték a Szent Brincius kápolnáját, Capella di San Brincio. Egy Fra Angelico nevű gótikus festőművész, kápai gondolása kezdte az 1440-es években kifesteni ezt a kápolnát. Megbízták azzal, hogy Krisztus mint ítélő bírát ebben az oltár fölötti kis lünettában, abban próbálja meg megjeleníteni az angyalok karát övezve, teljesen sablonos arcok. 50 évig itt állt a kápolna továbbra is kifestetlenül, úgyhogy ott maradt egyetlen egy festmény, ami nem is volt befejezve. Akkor találtak rá arra Luca Signorelli nevű kortonai származású festőművészre, aki elkezdett festeni, befejezte, tulajdonképpen a Fra Angelico stílusában, és azt mondták neki, hogy jó, akkor folytassa. Megnézzük ezeket a színeket, meg megnézzük az arcokat. Itt már a tekintetek nem egy irányba néznek, már nem egy ilyen révetek tekintetet látunk, hanem kifejezések ülnek az arcokon. A ruháknak a fodrai azok már egészen valóságszerűen. Sokféle egyházi szentet látunk a mennyezeten, de tovább lépett ezen. Tehát miután ezeket befejezte, elkezdett ezen dolgozni, amik pedig a falakon körbe láthatók. Az Antikrisztus prédikálása című alkotás. Onnan látjuk, hogy ő az Antikrisztus, hogy a megjelenésében kicsit emlékeztet Krisztusra, a haja az ilyen nagyon érdekesebb, mint hogy ilyen szarvakat formálna, viszont ott mellette ott van a sátán maga, aki fülébe súgja az igét. A végítélet angyalai ott föntről szórják a kékköves esőt. Tehát tulajdonképpen itt már a pusztulást hozza az Antikrisztus a világra, és ott látjuk, ahogy egyre többen szenvednek, hullanak el. A bal alsó sarokban két fekete ruhás úriembert látunk, ők körülük az a hátsó, ő Fra Angelico, szerzetesi ruhában, előtte pedig ezzel a kalappal, meg egy igazi reneszánsz öltözékben, ő meg Luca Signorelli. Ez
de az Uffizi képtárban elég sok Luca Signorelli művet őriznek, több Madonna képeket többek között. Nagyon gyakran ugyanezt az arcot lehet felfedezni. Valószínűleg a feleségének az arcát festette egyébként meg. Az egyhang tanításait nem tartjuk be, és az előírásoknak nem felelünk meg, akkor ez vár rá. De ezt ténylegesen ennyire emberi formában megjelenítve, ezt nem nagyon csinálta korábban senki, vagy nagyon kevesen. Ott van Káron aladikján, Vergilius nyomán Dante egy bizonyos elképzelés köré felépítette a pokol bejáratát, a pokolba az vezető utat, a purgatóriumot, minden, és ez gyakorlatilag egy az egyben annak a gondolatnak a megjelenítése, amit itt látunk. A származottak kintatásával szemben pedig ott van a megdicsőülteknek az elhívása. Az ártatlanság rengi körül az egészet, egyszerűen a boldogságot és a bátszeretnénységet látjuk az arcukon. Dávid király éppen előre jelző, mi lesz, tessék, mutatja, hogy itt van, tessék, eljött. Itt balkész felől, itt már a hús feltámadását látjuk, de sem úgy néz ki, mintha a bőr le lenne fejtve, de mégis bőrszíne van az izomzatnak. Ez eltúlzott anatómiai lényeg, mintha egy anatómia könyvből jött volna ki, amiben a bőrt már legyúzták, csak mégis bőrszíne van. Frangelico 50 évvel korábban készítette azt a festményt. És közben az 50 év olyan, mintha egy évszázadon keltek volna el, mert akkor a nagy különbség van a stílus elemek között. Nagyon érdekes az is, hogy ott van az Antikrisztus, nem nagyon merte az Antikrisztus senki ábrázolni. Körben alul, az alsó szinten, megjelenítette az irodalom legjelentősebb alakjait. Nem mindenkit tudtak még beazonosítani, de azért páran vannak, akik egyértelműen azonosíthatók. Itt Homérosz, a sarokban, illetve mellette pedig Dante. Igen, Dante, és akkor Vergilius még az, akit itt szoktak emlegetni, hogy szintén itt van. Itt pedig egy Pietà képet látunk, ahol a fiának Pietrónak az arcát jelentette meg, aki az 1502-ben halt meg. Az 1500-as években 5. Károly német-római császár ugye Európa legbefolyásosabb emberének számított. Első Ferenc, francia király, és Károly nagyjából ilyen viszonyban voltak egymással. 10. Leónak köszönhetően Giulio de Medici lett aztán végül is az, akit 7. Kelemen pápaként neveztek ki pápának. És ő volt az a pápa, aki a legtöbbet ártott valószínűleg az egész katolikus egyháznak. Megpróbálta kijátszani egymás ellen első Ferencet és 5. Károlyt. Valamilyen módon megpróbált mindegyikből hasznot húzni.
És aztán első Ferenc teszített, és Ferenc maga is fogságban esett, és közben leveleket sikerült eljuttatni 5. Károlyhoz, aki így rájött arra, hogy tulajdonképpen a pápa kétkulacsos politikát folytat. Az 1520-as években ez azt jelenti, hogy ott már 5. Károly seregében már rengeteg volt a reformációnak a híve. Azok, akik úgy gondolták, hogy a pápa megtestesít mindent, ami rossz, mert a pápa velejéig romlott, eltorzult egyháznak az élén áll, és kicsapongó életet él, miközben az eredeti krisztusi tanításoknak már nyoma sincsen abban, amit hirdet, vagy amit valójában képvisel. És emiatt iszonyatosan nagy feszültségek voltak a pápaság és abban a seregben szolgáló katonák egy jó része között. Megostromolták és megszállták Rómát. A pápát védő svájci gárdának ez volt az első olyan nagyon nagy megpróbáltatása, hogy gyakorlatilag a svájci gárda nagy részét lemészárolták. A pápát éppen ott sikerült kimenekíteni a Vatikánból, és ide Orvietóba jött. Most azonnal építkezésekbe kezdett, megerősítette a városfalakat, arra gondolt, hogy itt majd egy ostrom következik, közben aztán a pápa megúszta, nem jöttek ide 5. Károly katonái, végül is visszavonultak az Alpokon túlra, de hát elég meleg helyzet volt ez Kelemen számára.